szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat, társszerzőket. Készül a 2020-as szakácskönyv, a családi szakácskönyv, ezért a családi ételeket próbáltuk legjobban tehát kiválasztani, amit a kedves olvasók beküldtek. Most per pillanat egy vargány a gombás hajdan a levest fogok kitálalni. Köszönet annak a csapatnak, akik hátunk mögött dolgoznak, a közel tehát 10 fős, akik a desszerteket, előételeket, leveseket, főételeket, mindenmentes ételeket készítik, mellettem lévő csapatnak is, akik ezt megörökítik és a gyönyörű fotókat, és hát a stylistnak, aki ide készített nekem minden eszközöket, és ebben fontos az, ugye egy szakácskönyvnél, hogy a kép is nagyon szép legyen, a receptúra is harmonizáljon egymással, mert láttam már olyan szakácskönyvet, amelyik gyönyörű kép volt, a receptúra is nagyon szépen hangzott, de valahogy nem találkoztak. Így bízva, hogy a kedves olvasók által beküldött receptek, és itt elkészített fotók is, ezek harmonizálnak majd egymással. Első körben csak az edénynek egyharmadába helyezzük bele azt az ételt, amit be fogunk tálalni. Itt például gyönyörű, tehát maga a vargányaleves, maga a gomba is, nagyon szép fotogén. A hajdanáról is, hogy egy pár gondolatot. 50 évvel ezelőtt nem lett volna ez különlegesség, mert a mindennapi konyhánknak a része volt, főleg itt a pénteki napokon használták a családok. Most a reformkonyhának, vagy akár lényegében egy ilyen új dizájnként, sűrítőanyagként, mint most per pillanat is, vagy betétnék, használják itt a kedves olvasók, akit beküldték a receptet. Én nekem is, tehát nagyon tetszett ez a recept, ezért is a zsűrizés keretében tehát lett kiválasztva a levesünk.